Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos. További magyar hangok. Buzsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Petár Adrien. Összetört szívek. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Nem elég a baj így is körülöttem, még az anyósommal is meg kell küzdenem. Fel a fejjel, hallod, Ájse? Erős nő vagy te, ne hagyd magad, csak keményen. Feleségként jogod van hozzá. Te tényleg magadban beszélsz a tükör előtt? Igen. Tudod, anyát jól megleckésztetted. Gratulálok hozzá. Apropó, én megbecsüllek téged, csak hogy tudd. És mennyei volt a bundás kenyér, köszönjük. Örülök. És kösz. Bár anyád kíméletesebb is lehetne velem. Hogy áll ez az ing? Úgy értem, tetszik a színe? Jól áll. Klassz ez a szín. Jó választás. Kösz. Én is elkészülök. Az legyen. Szerintem ez remekül állna rajtad. Gyerünk, gyorsan öltözz át. Hadd raboljanak el a kastélyból, mielőtt anyám újra támad. Ez nem rossz ötlet. Szívem szerint most addig sétálgatnék Antakja eldugott utcáin, míg el nem tévedek. Dehogy, nem fogsz eltévedni. Addig nem veszíthetlek el, míg nem jár rá a szerződésünk. Mert akkor kárba veszne a mennyasszonyod ára. Öltöz fel. Kint várlak. Puszicsomat el a férjednek, láttam. Beszélnünk kell, de ez nem a legmegfelelőbb hely. Nincs már miről beszélnünk. Ma találkoztam a barátoddal. Szedával. És rólad is cseveréztünk. Szóval miért jöttünk ide? Nem találtál ennél alkalmasabb helyet? Fogalmam sincs, hogy mit mondhatott neked Szedá. De lépj ki az életünkből, ha megkérhetlek. Nem erőszakolhatod magad másokra, ha nem kíváncsiak rád. Ájse. A házasságod egy düböl meghozott döntés eredménye. Csak egy átgondolatlan lépés, hogy Ferit ott bántson, ahol a legjobban fáj. Miért vagy ebben olyan biztos? De ha már felhoztad a témát, mivel bántottad meg Feritet? Mivel dühítetted fel ennyire? Rosszkor volt rossz helyen. Meglátta, amikor erőszakkal megcsókolt valaki, és azt hitte megcsalom. Pedig ellenálltam. Én nem akartam, de ezt nem hitte el nekem. Csak bosszúból ráncigált el téged az esküvőnkre. Ugyan, ne nevettes már. Hogy egy ilyen határozott nővel bárki erőszakoskodik. Gondolod, hogy ilyen helyzetben Ferit nem sietett volna a segítségedre? Ahogy a példa mutatja, én is kerülhetek ilyen helyzetbe. És el se tudod képzelni, mi mindenre képes egy összetört szívű, féltékeny férfi, a világgal is szembeszáll. És képzel csak magad a helyembe. Egy nő csak azért a férfiért harcol, akit szeret. Mit gondolsz? Miért nem tudom csak úgy elengedni Feritet? Nem tudom. Erre csak te tudod a választ. De vezethet a bűntudat, vagy akár még az önzőség is. Ferit csak kihasznál téged a bugyuta játszmájához. Kíméld meg magad, Ájse. Ne hagyd, hogy eszköznek használjon. Mert így a féltékenységének az áldozatául esel. Nem vagyok áldozat. Hoztam egy döntést, hozzámentem Ferithez. Ne akarj felszállni arra a hajóra, ami már rég elúszott. A boldogtalanságra épült házfalai előbb-utóbb úgyis összeomlanak. Mondta, tényleg nem látod, hogy Ferit még mindig fülig szerelmes belém? Ismerem arcának minden rezzenését. Ha szerelmes, ha haragszik, vagy ha aggódik, már a szeme csillogásából is látom. Tudom, mikor szomorú. Mert ez igaz szerelem. A mi szerelmünk. Fogd fel végre!
Vagy nincs benned semmi női büszkeség? Elmondjam neked, mi az igazi szerelem? Ha el is tudod engedni, ha megtanulsz a fájdalommal együtt élni. Rá ne vesztegess tovább az energiád. Hát jó, legyen így. És ne izgulj, nyilván nem találkoztam ezzel a Seda nevű barátoddal. Akkor én is indulok dolgozni. Te csak maradj itt a természet lágyölén, és gondolkozz. Lássuk, hogy az igaz szerelem egyet jelente az elengedéssel, vagy az nyer, aki harcol. Elnézést, lekéstem a buszt. Mikor indul a következő, meg tudja mondani? Egy pillanat türelmet kérnék, hölgyem. Holnap indul legközelebb. Megnézné még egyszer, ha kérhetem? Minden járat előttem van, de sajnos a következő csak holnap indul. Holnap? Igen. Ez nem lehet igaz. Menj repülővel, mi baj lehet? Hande vagyok. És te Seda, ha nem tévedek. Te vagy Aisha barátja? Nem szoktam senkivel barátkozni. Az öcsém miatt jöttem, és már megyek is. Egy pillanat. Az öcsédnek milyen viszonya van Aishával? Bocsi, de nem érek rá, szia. Ugyan, várj már! Utaz haza repülővel. Nincs rajta hely. Hogy nincs hely? A mi vendégünk vagy, kérem az igazolványt, majd én elintézem. Hello. Azonnal derítsétek ki nekem, Seda öccse, milyen kapcsolatban áll Aishával. Nincs olyan sok időm. Elnézést a késésért. Most, hogy Hande kisasszony is megjött, elkezdhetjük a bizottsági ülést. Legfőbb napirendi pontunk, hogy az újonnan alapított vállalatunknak ügyvezetőt válasszunk. Szinem, felállnál, ha megkérlek? Hogyne. Beküldheted. És ezennel szeretném bemutatni a másik jelöltünket is. Gyere csak, Yaman! Megbeszéltem vele, vállalná a pozíciót. Tehát a másik ügyvezető jelöltünk Yaman úr. Akkor folytassuk az ülést a szavazással. Ki az, aki Sinan úr mellett teszi le a voksát? Yaman urat ki szeretné ügyvezetőként látni? Mindkét jelöltünk 3-3 voksot kapott. Ferit fiam, tudom, nehéz helyzetben vagy. Biztos ezért döntöttél a tartózkodás mellett. Most tévedsz. Nem tartózkodok. Én is Yaman úrra szavazok. És egyúttal sok sikert kívánok a pozíciójához.
Nos akkor? Gratulálok. Yaman. Gratulálok. Köszönöm. Gratulálok. Ferit úr, elnézést, hogy zavarom, de úgy elviharzott. Az iszkenderuni kiállításra lefoglaltam a szobát, ahogy kérte. A holnapi program kinyomtatva várja az asztalomon. Értem, uram. Én is kérek egy példányt. A titkárnőket tudtommal azért fizetik, hogy megtegyék, amit feletteseik kérnek tőlük. Sajnálom, kisasszony, de Ferit úr engedélye nélkül... Tudod te mi a dolgot, Funda? Jó munkát! Sinan! Várj! Hallasz? Úgy mész el innen, hogy meg sem hallgatsz. És mit akarsz mondani? He? Mivel akarsz megnyugtatni? Hallgasson végig, hogy Yamant többre tartod annak ellenére, hogy mi egy anyaméhéből születtünk. Ezt akarod a tudtomra hozni? Ugyan már! Ne beszélj baromságokat! Itt most nem erről van szó! Akkor meg miről? He? Kit tartasz testvérednek? Őt vagy engem? El sem tudod képzelni, milyen régóta álmodom arról, hogy egyszer ügyvezető legyek ebben a cégben. Szégyeld magad, Ferit! De tudom, hidd el, tudom. De muszáj volt így szavaznom. És miért volt muszáj, Ferit? Ki kényszerített rá, halljam! Nagyon sajnálom. De most... Nem tudom neked elmagyarázni, miért léptem így. Szóval most nem tudod. És én mit mondjak a családomnak, Ferit? E? Hogy magyarázom meg Mügének, hogy épp az a bácsikája árulja el az apját, akit a legjobban szeret? Adj valami tanácsot, öcskös, halljam, gyerünk! De Sinan, milyen árulásról beszélsz? Félreérted? Tudod, mennyit jelentesz nekem? Nincs itt szó, semmiféle árulásról, higgy nekem, és próbálj egyszer megérteni engem! Olyan apa és férj megy haza ma a családjához, akinek összetörtek az álmai. Te vagy az, aki ezt nem fogja fel. Kösz szépen, testvérem! Ezt jól elintézted. Ne így fogd fel! Nocsak, nocsak. Ez ám a párfordulás. Mi ezzel a célod, szuperhős? Rajta. Gyere csak. Erre vágytál. Hatalomra. Gazdagságra, pénzre. Most itt a lehetőség. Most megpróbálhatsz a pénzedből szerelmet és barátságokat venni. Meglátjuk, a mocskos pénzed elég lesz-e hozzá. A vihar. Hogy van az én szépségem? Jól vagy? Ide néz, ez a tiéd. Most már megértem, hogy Ferit miért menekül mindig hozzád, ha nincs jól. Mert nálad békére talál. Igaz? Hm? Csak az a baj, hogy én a nyugalomtól is félek. Mert amint megnyugszik a lelkem, tuti történik valami rossz. Úgy érzem, elakadtam, vihar.
De te olyan jó vagy hozzám. Ezért is szeretlek annyira. Na gyere, ezt figyeld, kérsz még? Gyere, gyere. Hoztam másikat is. Úgy, úgy, egyél csak. Finom, ugye? Ismerem arcának minden rezzenését. Ha szerelmes, ha haragszik, vagy ha aggódik, már a szeme csillogásából is látom. Tudom, mikor szomorú. Mert ez igaz szerelem. A mi szerelmünk. Most megyek. A boldogtalanságra épült házfalai előbb-utóbb úgyis összeomlanak. Mondd, te tényleg nem látod, hogy Ferit még mindig fülig szerelmes belém? Ferit csak kihasznál téged a bugyuta játszmájához. Kíméld meg magad, Ájse! Ne hagyd, hogy eszköznek használjon, mert a féltékenységének az áldozatául esel. Szerelmem, Hande, mindörökké. Ájse? Csak nem vasalsz. Erre semmi szükség, majd Ájtem megcsinálja. Vagy Azede szultánánk ezúttal vasalást tesztelé állított? Senki nem állított tesztelé. Unatkozom. Akkor mitől vagy ilyen feldúlt? Mi a baj? Á, már értem. Szomorú vagy, amiért a férjed elutazik holnap. De csak egy óra az út hazáig, gyorsan visszaérek. Muszáj akkori szerepet játszanunk, ha nincs körülöttünk senki? Muszáj ruhát vasalnod, ha nincs körülöttünk senki? Csak segíteni akartam, bocs! Az én életem amúgy sem szerepjátékról szól, én húsvér ember vagyok. Sőt, még lelkem is van. Ezt tudom. De te más vagy. Jó, ne dühöngj. Gyere le vacsorázni. Menj csak. Majd csatlakozom. Jó, lemegyek. Ott várlak. Jó! Jól vagy? Mielőtt vacsorához látunk, engedjétek meg, hogy mondjak valamit. Tegnap már tartottunk egy szűkörű ünneplést magunk közt, de ma a teljes család jelenlétében szeretnék gratulálni elsőszülött fiamnak. Biztos vagyok benne, hogy a sikeresen működő vállalatunk a jövőben is hasonló eredményeket ér el Sinan vezetése alatt. Ó, mama, egész biztos. Régóta várt már erre, de megért minden várakozást, igaz? Ahogy mondod, régóta vártam. Ferit, nem így van, öcsém. Szerinted, papa?
Így volt, igaz? Ki meséli el anyánknak, hogy mi történt? Papa? Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos, Bozsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Sallai Nóra, Szemenyei János, Kelemen Kata, Pekár Adrien. További magyar hangok. Borbicki Ferenc, Cifra Krisztina, Nyírő Eszter. Magyar szöveg Balázs Tünde, hangmérnök Dudás Marcell, vágó Gulya Sándor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt.